ilyesmi, amit kiletetni. Hát akkor köszöntjük a kedves nézőket, én Dr. Zsuzsa vagyok, akkor ugye engem ismertek, és akkor nézőket mutatkozz be. Sziasztok, én Amit Misi vagyok, Kanadába értem 9 évig. És a Kanada köztajátom ilyen gyerek tud csatornál be? Igen. Van valami azért ilyen Kanada köztajátom a YouTube-on. Igen, 2016. október 5-én kezdtem, ez ilyen mindenasféle sorozat. Van benne rengeteg közlekedési utazási hegyek között, gőzös menet. Hát igen, most azért azt azért nem hallom, hogy azért nem néztem még, nagyon sok videót van, aztán idén nincs a minden, de azért belenézegettem egy-kettőbe, úgyhogy... Hát, én tudom, hogy én érdekesek voltak, hogy a Kanadak a sorozat, hogy a találtak közmintáján, hogy láttam, hogy nem így, de... Hasonló. Van alapot, szörnyék érzés, mint amit ott is vannak. Igen, egyébként nem valami azt sem nézem, igen, mert azért még nézegettem a barátok között is, de már vagy ha 6 év vagyok éve, rendszeresen nem nézem, hogy néha. Amikor ja. Otthon vagyok, mert szüleink szokták nézni, és amikor otthon vagyok, akkor eljárnak, mert ott beszélgetünk a tévé előtt, akkor azért is csak valamennyi nem. Hát én havonta egyszer-kétszer azért azt szoktam látogatni, és akkor... Ja. De viszont nem jóta nézed az én YouTube csatornámat, tudnék, hogy találtál? Hát én mindig ilyen videókat kerestem ilyen közlekedéssel kapcsolatban, és hát tavaly kezdtem el nézegetni az ilyen közlekedési videóidat, és elég jó volt. Hát igen, és az pont tavaly volt az amikor felben én megérkedni, és meg megint rendszeresen nem fogolgatok ki. Mert nyilván mi az, hogy itt érkezni azért, előtte is azért már közlekedés, vagy tömegközlekedés az videóhoz kaptam, amikor ilyetek el, de igazából ez nálam azonnal történik, hogy 2000 környékén, tehát pont 2000-ben, amikor középiskolát elkezdtem, akkor egy másik városban, Megyeszékhelyre jártam át, egy Békés vagy egy kisváros valahol laktunk, vagy a Megyeszékhelye Békés volt, és akkor állom a középiskolába, és onnan meg vagy a busszal. Tehát a busszal utaztam, akkor az a végig bőrű és csikabuszok voltak főleg, egy 260-osok. Tehát először ott is szerettem meg, szóval volt egy tömegközlekedés, meg megjelentem, addig nem is nagyon tömegközlekedtem, meg nem kellett, mert volt a családban két autó is, de már voltam járni, mert egész már óvodás volt, voltam a megemlétben, már megszületem is volt autó a családban, utána lett kettő is, úgyhogy hát a minden autóval mentünk el valami is, meg ahogy nem nagyon közlekedtünk, de tehát ez volt először is, akkor ültem, amikor a 2000-es konferkiállításra, ilyen szerencsét is valami programban feljöttünk, és ahol keletűtől elmentünk a Pillan utcáit metróval. Mert a Hung Expo telepén voltak ott fel, ugye emlékszem. Tehát ez annyi volt, hogy akkor ilyen hozzak odattal feljöttünk, mert elmetróztunk, visszametróztunk, mert akkor általában össze nem volt. Hát ilyen legalábbis úgy, hogy így élünk el. Tudtam, hogy van ilyen, meg hallottam már oda, hogy létezik meg, meg láttam is talán azért videót. Először akkor. Én gyerekkoromban sokat mentem ezekkel a orosz metrókkal, legfőképpen a városokkal. Ja, engem ebben ezért Budapesti születés. Igen. És hány éves is volt? 26. Hogyha nem titok? Nem titok. Tehát akkor 92-es éve áll az egyik. 90 vagyok, lassan 27. Hát ebben az évben sajnos. Tehát akkor azért már mentek rendesen. Akkor már teljes metróhálózat megvolt. Abban az időben, amikor én megszületem, azután kezdték selejtezni, azt hiszem, egy párat. Az első szériás eredmények talán akkor. Hát én akkor még... Az orosz, mert a magyar híveket és a M9-árakat azokat is. Hát igen, azokból azért még van egy pár. 801-es, 2-es múzeumban. Hát a híveket meg... 825, 36, 33, 41, 47, 49, 57 darab. Zárban a hívekre gyakorlatilag semmit nem tudtam érni. Még akkor sem, mert nagyon komoly érdekelt volna a közlekedésben. 27 darabot gyártottak le eredetileg, 801-802-es, ezt egy videóban láttam. Ugye eredetileg csak a két motorkocsi volt. 1963-ban gyártották le, és csak utána egy pár hónaptól lett a 601-es a pótkocsi, amivel így összeélesztett. Tehát én gondolom, nem tudott annyira kanyarodni is. Hát igen, azt mondtam már, hogy egyébként művelődtem, mert volt időm, de... Igazából a másik ajánlom nagyon ugrás, hogy 2004-ben volt, amikor érettségi meg volt, az én is volt lefelé, és aztán Kecskeméten jártam a főiskolán végig. És oda viszont már elején főleg ezzel a távolsági busszal jártam, de az meg boldog volt, ilyen három órás utazás, és akkor gyakorlatilag minden fáradt megálltunk, azt a tárcakon vonatra, és akkor inkább két átszállással, ami volt az, hogy szegnél át kellett szállni, szólt meg, szólt meg a csapatnak.
csak úgy járta, hogy hetente, akkor hetente járt a szinte haza a kolászból. Úgyhogy majdnem minden héten azért otthon voltam, mert azért a kolászból azért oda kellett, meg a csódó kollégistak nincsen pénz, aztán mindig azért haza mentem kanyáért, meg akkor hazavittem az egyes mostira, tehát olyan de mindig lenni keskenétek, mégis között azért inkáztam rendszeresen. És ez majd napig is ugyanúgy a tajánlatot a hibetes, mert egyszer éve keletik a felszámot, még vezével éve, hogy végén sem állja, és aztán utána a kiakadni egy kocsival. Aztán az a visznek. És aztán utána, amikor a munka miatt fel kell összeadni, hogy összeadni, hogy ötörőt dolgoztam a szélek, meg rendszer esetben ott alak, ahol most is, tehát gyakorlatilag mivel Lákos falváltó jártam át minden azért napolgozik az ötörőbe. Még a másik, hát akkor is informatikus voltam, meg most is az, hogy most a kötődőben a CIA-nál dolgoztam, ott még informatikus könyvtáros is voltam, mert ott a CIA-nek a könyvtárában. Ja. Aztán onnan mentem át egyetestre, hát most azt nem mondom be, mert most hol dolgozok, mert az nálunk ilyen céges szabályzat van, hogy ugye, hát nem, hogy igazából az, hogy médiában, meg a helyeken csak ilyen főrökségeken éjjel lehet. Azért nem, hát így, hogy bevallok a szélek, hogy ott mit csinálok, meg hogy meg nem is mondom be, hogy dolgozok, hogy ja, meg a megálltam, hogy Mikálióban megbeszélt vele, és jobban attól látta be, hogy mivel nincs kiírva a Facebookon, azért nem dolgozom sehol. Mert azért ott a Facebook egész ki az nincs. Ja. Ez Mikálióban szintén meg nekem is a hátjában, ő is helyen dolgozik, hogy én nem dolgozok, én sehol a Facebookon írtam ki, akkor nem írtam ki a Facebookon, akkor pedig tisztem végezni. Ez a Facebookon, azt nem szerintem annyi mindenben a kérdezőskörünk meg meg tudni, hogy házas vagy nem vagy házas, van a végzettsége, nincsen, csak szörmáig. Viszont olyan szempontból viszont tényleg jobb a Facebook is, és ennek kell használni a kapcsolattartásra, a legjobb, mert mindenki azonban a fönt, tehát igazából már nagyon megkerül is lehet. Igen, a zöld fényen potolom, hó, de lehet én. Hát igazából, mert sokan kalmazkodnak rá, mert hát voltak egy kicsit, túl sok időt veszem a Facebook, azért ugye nem használja, vagy nagyon nem akarja használni, de igazából annyi időt veszem, amennyi ugye te rászállsz, tehát nem muszáj időre használni, nem muszáj időt csak oda lenne, nem tudom, hogy minden rosszabb. Viszont akkor, amikor a társaság nekem ott lehet minden értesülni. Én nosztalgia fogós vagyok nekem, mert elsőre ott oda teszik fel, és úgy értesülsz mindenről. Nosztalgiára visszatérve, Kanadában mentem, ugye elég mondtam, hogy egy ilyen 102 éves gőzössel, az most ugye 106 már 1912-ben építették a 3716-os. Nem tudom, hogy keresünk pár olyan videó részletet, amiben majd lehet látni is ezt a szerelmet, és hogy de hát, még az is lehet, mert ezek a sörök ezek bármilyen vágatlanok szoktak lenni, hogy leülünk, beszélgetünk, aztán ja. Azt igazából annyi, ezzel a megkeresett munka, ezt nem kell, mert maximum hangot kell ráilleszteni, aztán hogy legyen. Ja, jó. Hát igazából két ilyet csináltam még, tehát nem vagyok a harmadik, aki versőről dolgozom, az egyik az Mikály, volt a másik, amik meg Bajtársállam. De Bajtársállam is egyébként jelentkezett ebben, meg nem csinálunk, és egy ilyen szóval, hogy akkor én estében, meg mi mind vagy kis, hogy egyébként jött a rám, hogy nem tudom, és ő fogok csinálni, és akkor nem ilyen lehet a sörözésre, szerintem hányszor mondtam mindent, hogy nézve, én tudják, hogy nem sok szó szóltam nevet mondom is ötszésre. Úgyhogy én 2014-ben kezdtem el ezeket a videózgatásokat, akikkel én kint éltem, egy idősebb elfáltottam. Ugyanis neki megmagadott az esélye, és hálásan elmélet hangot elmi. Az egyiket azért, mert a férkeringés, másokat meg azért, mert ugye a lánya esküvője után úgy elesett, hogy úgy elkölte, hogy már nem lehetett szinte mozdítani, meg nővéreknek is nehéz volt, szóval kérte, hogy amputáljuk a másokat is, úgyhogy 3 éve már, vagy még lassan már 4 év, így, tehát mind a kettő le volt neki amputálva, és ugye a vesélye nem működött, dialízisre jártam, ugye 2013-ban karácsonyra elrakult a állapotomat. Tehát ebben azt értem, hogy főztem rá, azért a kollát próbáltam meleg, vagy amit ilyenek. És akkor áprilisban elkezdtük ezt videóra menni. Tehát minden nap a hétköznapokat, a helyszíneket, ahol ellátogatom, tavak, hegyek, akkor zongorajátékai, tehát minden ilyen hétköznap ilyen. Mint ami itt van is, van most, mert csak nem ilyen drámai, mint ahogy az volt. És idők után eljutottunk Vancouverbe, tehát nagyon sok ilyen közlekedési jelvet láttam, az óceánjárulósz. Legnagyobb kihívásom egy, hogy is mondjam, egy ilyen gondolatféle szerűség,
egy hatalmas nagy ilyen vas szerkezet, így ment föl 1,2 kilométerre, az egész csendes utcán be lehetett látni, de iszonyú félelmetes volt. Ugye van egy esély fel? Olyasmi félre. Tehát most gondolom, hogy valami sípája lehetett ott, és akkor volt az a... A hasonlók vannak Ausztriában is, bár is volt. Nem látta én, mert ezt ilyen is összesen egyszer voltam, és akkor sem volt sok köszönet. Nagyon félelmetes. Nagyon félelmetes, így ahogy így fölemelkedik, és ilyen az egész ilyen nagy meredek, így az ember maga lehet szarítva, bocsánat, hogy ezt mondom. Na jó, nyugodtan lehet, ez egy olyan magamon lehet. Nincsen cenzúrázva. Nem lesz cenzúrázva. Nagyon. De az ilyen kabinos volt, vagy ilyen kabinos sárkal, vagy... Kabinos sárkal, vagy... Kabinos sárkal, csak volt. Csak kézileg, és akkor még húzva így... Ez képest, 18 éve, amikor először és utoljára voltak ilyen Szlovákiában, olyan felvonalakok voltak, hogy a lábad közé kellett fogni egy ilyen polongot, és akkor az húzat föl. Ami már nem is tudtam fölvenni. Nekem nem ment, tehát egyszerűen nem bírtam azon a szaladat fölvenni, és akkor így gyalog kell a sérécekkel felcaplatni, ahhoz azért mondjuk 5 másodpercet csúszak a felekedében, és ahhoz fél volt kellett az a sérécekkel fogok fölvenni. Nem bírtam azon a szaladat fölvenni, mert ott valami technika volt, hogy rájönni nem szabad, vagy így kell a követő közben a sérécek is tartani kell, hogy egyenesen legyen, csak ezeket nem ment. Kemény lehet. Egyébként is elég bírta az évek. Eleve azt, hogy sírétszer nincsen fék, aztán így megállni, bekármi is mutatok át, hogy valahol eltakultam a végén, vagy így befordultam, de be kellett mondani, hogy fordulni még így a nagy évben visszafele, hogy akkor már emelkedő, majd csak a rász valahol. Ez az se legyen, úgyhogy az utas is hiányzik. Is hiányzik. Na mindegy, úgy vagyok. És a tömegközlekedés mióta jöttek el? Hát szinte 3 éves korom óta. Ja, tehát nem ott van a tálba kezdődött, amit elkezdték behozni, hanem ez már korábban is. Hát videózgatása, ahhoz nem volt szerencsém, amit nem lettem, hogy 22 éves, meg az nem is... Nem is nagyon volt, mivel akkor itt vannak. Hát jó, még mindig, hogy szóval jó, még nekünk 1992 óta már volt ilyen VHS-on a legjobb kis vezettás. Hát, csak hát akkor az egy drága dolog volt, hogy hát ami a családok, hogy nem használtuk, de még később is. Tehát hát jó, hogy lehet, hogyha kitartok, hogy jelentem volna még így 14-18 év között, akkor már letoglatták volna egyszer-kétszer vigyelmezni. Csak hát ott meg voltak a technikai kordák, hogy ilyen esti adás, hogy tudnak esélni, mert ki lesz, hogy hasonló... Imádom a csatornát. A hasonló videókamerákkal, szerintem ez gyakorlatilag, amikor már nagyon elhasznált az aksi, akkor mindennek azért ez nem olyan, hogy most, hogy... Őt is elhasznált videózgattam, Ráczkevér, bocsánat. Épp ott videókamerázott a ő is a Nosztalgia hévet, a 26.000-26.000. Jó, akkor nem vezetett, hanem... Nem. Szóval, én találkoztam vele úgy, amikor vezetett, csak éppen születe volt, és akkor kökénybe tudtunk egy órát beszélni. Mert ugye félre kellett állni. Hát Bencével is csinált ilyen videó vlogokat, az nekem nagyon tetszett a űrhomb. Amikor a fiatal bemutatta, igen, Bencével én is találkoztam egyszer-kétszer, mert meg van közös videók is, mikor a 10.000 felé felé az alkalmán, amit ennek érjük már inkább. Fasz! Azóta már csak megintem, mert már ezen találkozik, megkérdezem, hogy már is megízzem neki. Ez a sör is már úgy érzem, hogy a fejem leszállt, az a baj, hogy nem bírom. Igen, mert általában a legtöbb ember azért tényleg, akiket ismerek így, meg ismertség önökben is, hogy tömegközlekedés, hogy már azért gyerekkorukban szerették meg, mikor mentek vissza a villamosra, a BKV-val, így azért szülődésre. Hát de nekem ez kimaradt, aztán mégis nekem ez később jött, mert addig meg még nem tömegközlekedni azért, mert 14 éves korban még abszolút nem tömegközlekedni, mert nagyon ritkán, mert nem kell. Igazság szerint, amikor... De az, hogy elmondok ezt, mondj csak el aztán, hogy utána elmondok ezt. De igazság szerint, mikor én a kicsi voltam, én tehát olyan 3 éves, és már az ablakon kiláttam, akkor pillantottam meg először az M10-es éveket, nek, ahogy vannak számaik ott az oldalán, és akkor így néztem, 864, 632, 863, és épp jött egy másik 869, 630, 87. És azóta, amikor jött a hív, rögtön fogadtam, mama, jön a hív, hagyjál, most megyek, nézem. 871, 630, most jött gyerekként. Tehát így. Jó, mert én gyerekként a magatokat számoltam, amikor ugye sorompót kaptunk, vagy mentünk kocsival, mert anyai járban azon tartanak szónokon elég sokan, de szónoknál békés rendszeresen jártam, kocsival, és akkor két vasúti átkerülés volt, ezért a túlmegnyomálnál, és én sokszor voltam a sorompótnak, és jöttem a matak, vagy a gyermatok, a magatokat egész
számoltam. Egy, és akkor mindenki egyszer, de még 4-5 évesen, és akkor így nézem, hogy akkor ugye a hamarokat számoltak mindig. Kanadára számoltad volna, ott én elcsúgtam egy 202 vagont. Az szép, ilyen hosszú pályázatban nem is lehetne. 25 ezer lóerő, 2 húzta elő, az egyik így valahogy a közepén, egy 2 még a vége felé, és így lett az 5. És így, tehát még húzott az a 2, még egy olyan 50 vagon. Mondtam, így pörgött így előttem, így szálltam 167, 168-et, már olyan szépen előttem, és nem vagy 110-zel. Kifogok egy szombos, de elmondtad, hogy már van 60 magam, akkor azt mondod, hogy hú, ez már milyen hosszú. Hát ja, de az a 200, az lehetett 5 kilométer. Az szép, de nem ott percig állt a forgalom. Nem tudom, milyen videókat Ausztráliában is, meg Kanadában is, ott nem szavaznak, amikor belátnak köztesen azok mozdulni, és a minden, és akkor tényleg ilyen 5 kilométer hosszú pályában azok mennek. De hát a leghosszabb, amit én YouTube-on látom, az 682 vagyunk, meg nem. De valaki elkezdődik. Nem szavaznak, hogy simán ezen, akár 10 km hosszú lehet ezen elmény, és simán ezen 8 km-hoz végig ilyen nem érdekes. Itt a Magyarországban azért korlátozzák. Azt mondom, hogy valami 800 méter, de majd szinten bajnál csak, hogy nézik pontosan megmondja, hogy mondjuk meg mennyi maximális lehet vonathoz, mert ott a kocsi lehet ezért. Várjon csak. Hát én vasútnál dolgozik már több éve, tehát ezeket tudja. Mint hogyha esetleg találkoztam volna egyszer vele, nem tudom, egy ilyen szürke, ezüst mozdonyt vezetett. Akkor az biztos neki volt, nem mozdonyvezetőként dolgozik. Nem? Nem, kocsi rendező, de... Ja. Akkor biztos nem. De hát ilyen külön adatok, amit esetleg a majdnem mindig ott van, tehát esetleg ilyen Márkosztalgián állapot áll, esetleg ott találkoztatál. Úgyhogy, hát amiket én Kanadában megörökítettem, van ilyen magas vasutat, na az igazi félelmetes. Na, az viszont az érdekes, mert New Yorkban is van ilyen, azért érdekel, de függő pályákon rosszokon merül mágnes vasutat. Meg nem mágnes, de két ilyen háromban is van valami hasonló. Hát a forgalom felett olyan 10-15 méterre közlekedik. Úgy van, hogy majdnem fél órán keresztül. Ja, hogy Csikágóban is, mert a vészhelyzetben sorozatban is láttam ilyen ilyen. Azt így gyerekként akkor észtem, akkor nagyon nálunk nem volt választék, mert egészen 1997-ig úgy emlékszem, csak egyes volt, meg kettes, vagy csak a tévé, amit nézni lehetett, mert nem volt ilyen. Kertvárosban laktunk vidéken, nem volt tévé. Hát azért a Kertvárosban laktunk vidéken, és ott nem volt kábel tévé, tehát először volt egyes, meg kettes, meg végén Csabában csak a tévé. És aztán 97-ben, amikor indult a két kereskedelmi, akkor az MTV2 futik volt, és akkor vettek a nyámék ilyen vizéte. Ezt a lap volt a falra, és most ez a mi volt nevű antennát. A nagy lap volt, hogy került az kopott, pont az én szemem adták ki az ablakba azt, hogy volt, és akkor a volt a TV, meg a MTV2, ami azt vették, amit de az azt, ami volt, hogy lehet, hogy fogni egy csomó mélyet a volt, kártól, mert a kérdők azokat jöttek. Én annyira örültem, amikor... Egyben jött a kárvázébe, akkor meg már minden volt. Ugye volt egy ilyen csavaros antenna félénk, és akkor így, ahogy keresgéltem, mutattam, így bejött a Fix TV, meg a Főmix. Hát úgy örültem nekik, hogy legalább jól, nekem volt Magyar 1, RTL, meg a TV2, amikor gyerek voltam, aztán utána az a másik. Hát igen, mert sokáig a Fix TV-t, mert a kasatockozókat sokan elhozták itt földi adókban, így Bestnél századáknak így. De aztán... Egy kis teljesítmény, hát az Emencsék Borsók is áll, amit tudtad fogni. Igen. Meg volt ez egy antenna mikrofon is, meg vagy olyan mikrofon is, amit ki lehetett nézni. Mindegy, a lényeg az, hogy Kanadában, tehát visszatérve ezekkel a magas vasutakkal 2015-ben mentem először. Azt is úgy, hogy akiknél laktam, hát azok vitt le a lányához, és akkor tettünk egy ilyen pár ilyen kiruccanást vízibusszal, ami a Csendes óceánon ment, a Vancouver egyik részéről a másik. Az olyan, mint amik esetben is van, ez a két érti busz, hogy így megy a... és akkor ugye nem megy a Dunászra, és így az nem jön ki? Nem, ez csak közvetlenül. Nem mentem még azzal sem, de láttam meg pászat így össze-vissza, de azt mondják, hogy ez az új reklámozták, hogy bemegy egy lámpán a Dunába, és akkor a Dunára is teszek ki a vizet. Buszon, és aztán kijön, és akkor így mind buszként meg ilyen várost nézik. Nagyon már megörökített, amikor a unokabátyának az édesapjának a temetése volt, akkor jött ki egy olyan, én néztem, mondom, mi van, ez vízbe van, utána meg kijön a száraz földre, mondom, mi van, hogy csinálták ezt? Így furcsa volt. Egy ilyen magmester, és az is, ami Lima Eldiamondnak hívják egész pontosan, de nem tudom, sosem ezzel vele csak láttam. Mm. Nem tudom,
el is van sokkal kerül ahhoz, hogy elérhetően csapatot, hogy kipróbáljon. Egyszer lehet, hogy megyek vele a vívalom a libegővel is, hogy nagyon drága, tehát egyszer ki lehet próbálni. A libegő. Budavárosi klubban azt osztály kirándulás, hogy volt a 2003-ban fönt, az osztályban a kapulencsik a siklóval, de akkor az olyan drága, hogy még a legúst látom, és inkább felsétálnak, hogy a 16-20-szal mennek fel a váltalán a siklóval. Tehát tényleg olyan sokkal kerül, hogy pofátlanság, határtalanság, akkor így. Ilyen, amit még elfelejtettem, hogy voltam mondani idegen, hogy még gyerekként tömegközlekedés is akármi, egyszer volt egy olyan töröt élet, ezt aztán valami 3 éves lehettem, vagy lehet, hogy már 4, hogy a békésen már magam hazajönni, és akkor elrobbant a zsiguli. Pont olyan voltam, és akkor vagy már lehet, hogy már kiskolánként volt, nem tudom, de így lerobbant, még az autó lerobbant, és olyan busszal kellett hazajönni. Először ilyen ellátszik át, hogy elgyárt buszlagában, mert meg azt mondtam, hogy a testvérek volt, csak akkor még fiatalabb. Akkor minden kicsi volt, aztán nem is emlékszik rá, de akkor buszra felszálltunk, csak többéről, még egyszer meghal, és akkor mondtuk, hogy ez nem fog beférni a garázsba, volt az első év, nem fog beférni a garázsba. Aztán a végállásodó volt, ha ne szállni oda, de hát mi nem vagyunk otthon. Mi nem vagyunk otthon. Akkor még az volt a szent, de hát, hogy megünk a járműk, akkor azt szálljunk, és hát csak a kertbe kell kiszállni. Szóval én azt kell vagyunk otthon, aztán még bőle, aztán szállni oda. És amíg hát ugye teltek az élet, hogy én ebben a magas vasúttal jó párszor lettem, egyszer volt olyan, hogy reggeltől estig, és csak videóztam, tehát így levültem a 2-es, 3-as, vagy 1-es, bocsánat, az 1-es, meg a 2-es, mert az Expo, meg a Millennium-i vasút, tehát van a Vancouverben az a furcsa, hogy a Expo a 3-as metró helyett az 1-es, a Millennium-i vasút pedig a magyarországi 2-es helyett az 1-es. Vagy egyes helyett a kettes. Tehát a Millennium, ami a kettes, az a leglegebb vasútvonal, azt építették ki 1980 és 90 között, akkor másodat 90-95 között a Expo-t. Tehát időbe telik, amíg ugye ezeket a nagy bazi hidakat kiépítik. Ja, és te jelentő, hogy Vancouverben adott, és is ott a metró hálózat a Pestihez képest? Hát hosszú vonal, tehát fél órát. Egymás egében vannak, szinte minden egyben másodpercben. Ez a követés éjszaka is megy, vagy úgy megállás nélkül, nincs olyan. Tehát nincs olyan, hogy náluk egy éjszaka üzemszünet van. Nincs. Legalábbis én nem tudom róla, hát egy éjszaka is így lehet hallani az éjszaka. És egy meg a bérlet álltak, hogy a Pestiekhez viszonyítva, hogy átérték a lányba szerintet, hogy milyen? Jobb, rosszabb? Hát a Vancouveriek sokkal jobban, már csak azért. Hát ott nagyjából, hogy átszámítva mondjuk jobban. Kanadába, dollárban, hogy nem nézzem, mondjuk egy havi bérlet mennyire kerül Kanadába? Ami még egy összvonalas, mint 400-500 dollár, de úgy megy fölfelé, hogy 1000. Attól függ, hogy hol hát, van a Vancouver, 1000-1000. Hát az hol írt a várja, az mennyi, az elég sok. Hát ez havi bérlet, az éves? Havi. Tehát 1000 dollár, mint a bérlet? Úgy kezdődik 900 ezer, tehát 200 ezer. És egy kanadai dollárnak most mennyi az árfolyam? 200 forint. Hát az ilyen 200 forint lenne, akkor egy havi bérlet, egy normál, amely videómerc, ami mondjuk Budapesten 10 ezer körül, vagy és 10 dollár az átlag bér. Tehát nekem éves bérletem van, de nincs rájuk mondja, hogy egy havi mennyibe kerül, de hát de még itt Pesten vagyok, hogy havi 100. 7000 valamennyi egy éves bérlet, hát akkor ott abokolsz egy félhajt. Egy buszjegy, tehát Vancouver a First House például a 19-es autóbuszra, ami kimegy az állatkertbe, ott 3,50 dollár egy jegy. Hát az úgy... 1050 forint. 1050 forint, hát abból, mondjuk akkor azért, mert... Nem, 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 700. Jó, hát azért mindjárt más, mert... 700. Körülbelül 1100-ból valamennyi volt a lakóban egy napi, egy 24 órás, amíg oda mentem, ahol akartam. De Budapesten is van, 1500 körül van, tehát az egy és Budapesten most már mennyi van, egy 300-ot, hát a 400. Hát, hogyha vezetőt össze 450, ha a saját... Ja, akkor 350. Hát, ez is ilyen kibosszás, nem bocsánat, ugye ez... Jó, nem, ez mondjuk valószínűleg ott azért az átlagfizetés magasabb, tehát... Hát mondjuk, nem tudom, hogy átlag, hogy már miért mennyi lehetem. Mi már mert 10 dollárot is, tehát 2000... De akkor óránként működik benne, tehát mondjuk... 10.83. Tehát mondjuk egy plusz egy ilyen dolgozom, mondjuk egy egyet mondtát, hogy 20 percet. Hát én most így, hát nem tudom, Budapesten még 350 forintért, hogy átlagom, mely dolgokban mennyit hát kell dolgozni. Hát itt a turistáknak nagyon jó, hogyha ide jönnek, mert egy csokorócsokat tudnak jönni, de azok, hogy itt lakodni,
napon is. Tehát egy általános, ami minimál bér, az mennyire hát mondjuk egy átlagos minimál bér, tehát mondjuk még dolgozom egy hónapig, mint mit mondjuk itt. $10 minimum bér. De mondjuk, mint mit tudom, hogyha még dolgozom egy hónapban, mondjuk 40 órát. Tehát 10-et, ha megszűnök 8-at. Én 40 órát vagyok, 160 órát dolgozom, meg kell ezt az 81 napra, abból lejön ugye még az adó, és ugye Kanadában 12%, hogy mennyi a GST, meg a PST, amit ott számítanak. General Tax, meg a PSZ, nem tudom mi magyar. De ez két adóféle, amit levonnak, plusz, hogyha valami köszönjük. Hát mondjuk ezt úgy sem tudom átövetni meg. De hát már majd amikor kint dolgoztak, hogy általában mennyit adtál egy hónapban? Hát mondjuk még egy kívánok, akkor valószínűleg, tehát nem minimál bérem voltál kint, de mondjuk amában egy picit többen, de mégis mennyit adtál egy hónapban. Hogyha nem titok be ezt, hogyha nem akarod elmondani a videóba, akkor nem mondtam akkor majd. Nem, csak kellene nem sikerült mondja a kint lejét, úgyhogy sajnos azért is jöttem haza. Csak hát nekem azért érdekel, mert környéken nem jártam még, aztán persze. Ott a dolgok. Azért érdekes, hogy valaki beszél, aki tényleg volt is ott, meg járt meg, meg tudja is, de nem csak beszél róla. Hát lényegében, mert magyar nem volt. Fényes, de ebben szerintem megtaláltam, mert Kanadában sem kolbászból van a kerítés, mint ahogy a barátaim hitték, hogy ó, te most oda kimész, hú, neked milyen jó lesz az élet. Ó, hát ez miért mindenhol így van, mert elmész dolgozik külföldre. Nekem is hagyták a szort. Nekem is már ismerősen volt, aki már Londonban elmert mindenhol, hogy tudott majd az nagyon kedvesen van, minden jó, persze, azt csak azt nem mondják el, hogy egy átlagos munkás százára, és már mennyivel kértek, meg hogy egész nap csak kihagyják, mert ott is mert nem mosok a céljel. Akkor kifizetett, hogy életnek a nagy részét, hogy azért a hadi munkás lakkal, és azért még másik ebben egy szobában. Én nekem az volt a szerencsé. És akkor úgy látom, hogy azért pár már mondnak le, hogy egy részét itt van a minimál bérből. Nekem az volt a szerencsé, hogy ez a barát által bemutatott ennek az idős házaspárnak, és ugye én ugye mindent tudtam csinálni, tehát erőm annyi volt, hogy ugye el tudtam látni a vilét, tudtam rá főzni, és egyéb, de hát ez minden van a Kanada közben, aki ezekkel az belenéz, rengeteg drámai van. Jó, értem azt kérdés, hogy nem akár nézek én is. Erre is nem célzás. Jó, hát tudom, hát pedig én láttam a csatornát azóta már, de sok videót felvetél, aztán azt mindent is. 818 résznek le, ebben rengeteg hát, van. És egész legalább egy 20-30 perc legalább. Én csak egy kitán, most az beszól az a 800-al, tehát most, hogyha végtelen idő menne, akkor se, akkor is akár tartom, mi lehet. Rengeteg, hát fél óra, egy két részre, akkor most 100-al beszorozni, az már ebből 300 perc. Az még 8-2400 perc, pluszban még 18 rész, tehát hát még egy mondat, hogy visszatértsen csak az folyamatosan. Hát ha egyszer én így milliós leszek, de remélem, hogy a napfózésünk kerülni. Tudom, nincs sok embernek ideje. Ezért is, én nem a nézettségben csináltam ezt a sorozatot, hát most hanem hát most így nem azért, így, hogy a barátok meg a családok láthassák, hogy milyen a kinti élet, egy kicsit így fél órában, hogyha van idejük, belecsöttennek, megnézik, hogy mi a helyzet, pont. És úgy, nem most pont mondanám, hogy azért volt egy cím oldal, aki viszont úgy jelent, hogy hízen nagyon sok ideje lett, tehát ő sem jöttek neki, hogy ilyen lett, tehát ő balesetbe tölte a lábát, és akkor sokáig ugye az volt, hogy ugye először, hogy eljárt a napotig a kórházba, akkor meg ugye ott unatkozott, de utána a bebek meg ott a megműzve, de egy több hónapig bármilyen, hogy javított a lakásból tudom miatt, úgy azért, persze, tehát azért az nem vágyom arra, hogy amit így legyen idén, valami lesz, hogy így nézzem, de hát én egyszer kamerázásom közben így videóztam a Dunát, és nem vettem észre, hogy jön egy ilyen vasizé, vagy micsoda. Hogy 5 métert repültem, a térdem, a karom, meg minden. Pff, na, ott kész voltam. Egy másik készülék volt, hanem nem az, ami most ugye végig kísért. Ugye ezt a telefont kaptam, hát ez lassan egy éves lesz. $1000 érő készülék, de ezt úgy mindent. Ebben rengeteg. Ez milyen fajta telefon? iPhone 7-es. Ja, tehát ebben van benne minden, a Kanada Köznek a fő címe, meg minden. Tehát 128 GB-os készülék, és ebben készítettem a sorozat legújabb fő címét, amit lehetszett?
Minden. Ja, persze. Hogyha egy nincs a benne, akkor világra tartalom. Ilyen haladat lesz végig. Én nagyon gyerekkoromban, amikor 13-14 éves voltam, nagyon nagy ilyen mániából és barátokhoz. Akkor az nem tegyen, mert 98-ban indultam, én 2001-ben 12 éves volt, amikor ment az eltelesen, és akkor ugye én is elkezdtem nézni, mert ugye újdonság volt, meg nézi már, hogy ez. Ha valakinek nem lenne az első 5000 rész, annak úgy örülnék, hogy egy húzamba esetleg... Az első rész az nem van az örülnek. YouTube-on azt, meg a én is emlékszem. 38-40, a 300-50... Egy-kettő fönn van, meg a... Bár azt feladtam én is a vitapkát, hogy a... Ott nem hoztam a padláson egy ilyen nagy dobozni videókazettát, és azokat kezdtem digitalizálni otthon, és egy-két barátok közt nézve láttam rajta. De az is érvel volt, hogy soha nem vettük fel csak az émert, mert annyira szemettük, hanem mondta, volt ilyen, nem tudtuk megnézni, és akkor bár hát, nem volt ilyen, hát vagy vagy úgy van, az előző műsornak alattuk felvenni, és akkor ugye úgy volt állítani, hogy már rávagyásod a videó, hogy a kísérlek a műsor, akkor is meg ilyen végig is akkor rajta alatt. És egy híradó részletek, és a többi azok így voltak fel. Hát, amikor a filmpuszon elkezdték ismételni, annak nagyon örültem, és azt hittem, hogy így ugyanúgy fog menni, mint az RTL-en, de sajnos tévedtem. 2284. résznél abba hagytam. Ja, amikor valamennyi leadták, de aztán abba hagyták. És én megörökítettem a 2135. részt. Igen, a 2135. résztől. És egy párat ugye te is látod Facebookon. Átküldtem. Azt is ebben a készülékkel vettem föl. Barátnőnek átküldtem németbe, ő is megnézte, tetszett neki nagyon. Ja, de kérjük, hogy igen, ezért viszont igen, hogy megvan videókat, aztán akkor be lehet digitalizálni, és akkor... Igen, csak megfértem őket, hogy esetleg valami történik vele, de... Hát, hogyha már digitalizálva van, akkor a videóségmondásra jött tudásolható, úgyhogy az a legjobb. Az ilyen. Csak YouTube-on is annyi ilyen barátok közös videó volt, én akkor kim voltam Kanadában, nem volt, hogy RTL most, és pár ilyen videót találtam. 4100-as részét. Van, csak hogy azért leszedett a saját tartalmait, és neket digitalizáltam, de abban is, amit értek meg most tartalom, azt általában letiltatják, és még azért a csatársak kapcsolatban figyelmeztek. Sajnos, jogvédett. TV2-esetnek azok normálisabbak, mert ő csak ugye ráteszik a copyrightot, de fennmaradt van, meg bevételen is. Hát az old TV videósznak rajta volt egy olyan, de a forgónyomon volt egy ilyen magazin műsor a TV2, ez a forgónyomon, egy Máté Krisztinával, és arra viszont legetett felvételt találtam VHS-en, annak is, mert az akkor éppen azért, mint a Vénisvíriben néztem, és akkor nem voltam otthon, akkor be volt állt a videó, hogy vegye fel, és akkor elég sok más volt belőle, meg azokból egy párat átmásoltam, egy üdes vérmérmélyes vettem, ami amíg még ilyeneseket voltak, tehát ilyenek meg voltam, hogy 99-ben megszökött a viszki, és akkor lejátszották, hogy csináltam meg, és nem tudom csatornál mondani, hogy nézd meg, meg ilyenek, meg van egy annyi forgónyomon, most végeltem, ugye. Pont amikor a szülővárosokban volt egy ilyen incidens, hogy valami bendőrös balé, hogy úgy hallották, hogy azért az ember, hogy ott mondanak, hogy a szülesnek volt, hát én nem csak tudtam, hogy esetleg hogy jöttem el, ahol lett, hogy fejjel, és akkor így szétcsattottatták, most van osztálkozik. Jó, mert van, az kamu történet volt, mint kiderül, de mert semmi nem végszik rá, mint hogy végig. De ott az voltak ilyen érdekességek, amiket így tényleg akkor elmentek. Hát volt egy pár érdekesség, TV2 is adott egy elég érdekes dokumentumfilmet. Hát voltak azok az RTL-en is egyetek volt. Igen. Rengeteget már nem is találtam a videót, azért pedig emlékszem, hogy azokat is nézték, hogy mi is értek végül. Ma valószínűleg látják több az utat már is. Ja, az a szolgálnak is végtön is, ahol semmi. Akkor most hirtelen nem emlékszem, hogy ez melyik az volt. Is. Azt egyetlen. Azt egyetlen. Nem, már volt még ez az RTL-ben, ez a
valami életveszélyes helyzeteket előadott, csak amelyik meg is a licenc szétvették meg, és akkor volt, hogy a cselt, ami vezette a lelmészet, és ami is volt ilyen történet, hogy a cselt, mert megmaradt a kisugárnak a vitele, és aztán azért barbába lelágta, hogy egy kis ügység, és akkor már így maradt életben, hogy azért, ami a mérges kígyó, mert úgy jutott. Kicsit is egy odafigyel, hogy jó, hogy van az indiai telefonások, nem találos meg. Úgyhogy én 16 éves koromig voltam Magyarországon, tehát a családi egyes is, aki ment a édesapámékhoz. Nálok voltam, hogy a 4 évig, de utána saját lábam volt. Nagy 18 ezer, amire hogyha elmondjuk, akkor nyilván a saját lábam akar már élni, nem a szóval függni. És ez volt velem így, és pár évig ugye mindenféle ilyen kertészkedési, költöztetési, mindenféle ilyen aki egy jól fizető állások voltak, én azokat találtam is. Az segített nekem. És ez a barát találta nekem ezt a házaspárt, amire egy ilyen állandó munka lett, és akkor ők nem látták a videózgatást sem, és akkor velük elvesztem ezeket a videózgatást. Először ugye az első évet ugye kerülem helyileg, mindenhol egy vásárlás, sütés, főzés, ökölködés, magyar nyelven tanítás, tehát rengeteg ilyen van, benne, ugye így taníthatom, hogy el magyarul. Joy már nagyon jól tudja mondani, hogy Jézusom! És én magyarok, vagy... Ilyen hova tanulói voltak. De nincsenek is magyar családtagok? Meggondolom, hogy a magyar tanítás az ilyen korszakot. Nincs. Én tanítottam őket magyarul. Vilit is így, amikor tehát az első két hétben videózgattunk, így a videózgatást kezdtük, és akkor én mondtam nekik, hogy Vili, tudnád mondani, hogy üdvözlöm, Vilmos vagyok? És akkor én mondtam, hogy üdvözlöm, Vilmos vagyok, Vilmos vagyok. És akkor így, tehát ilyen amprázgóra jelentkezett. Valami reggeli műsorban, nem emlékszem, hogy Balázsit csinálták, vagy Puskorék, vagy melyik, de volt egy ilyen azért betélkedőben, ami egy külföldekkel mondott, aki magyar szavakat, és sikerre találni, mit mond. Ja, szóval is fogja az amerikaiak, hogy beszél. Igen, úgy pajszínelő, meg kaposztás tészta. És egy nyilván ilyen nehéz magyar szalatnak azért, ott van előtte legyőben, és akkor mondja ki, hogy ez mi lehet. És hát nem is ilyen azért magyarul beszélők voltak, hanem ez abszolút idegen. Itt nem tudom, de régen, amikor reggelett a játúsúizma, akkor hallgattam ezeket. Úgyhogy rengeteg ilyen magyarul beszélő, tehát hogy a Joey mondja, hogy beszélj már angolul, nem magyarul, mert nem értem. De sokszor így, amikor videókban beszéltem, akkor így mondta, hogy speak English, és így mondtam, jó, majd fordítom, az agyam már így volt, hogy a két nyelvet egyszerre tolmácsolni, minden tolmácsolni, hogy aki értsen, minden, amit a videón mondom, hogy az agyam így pörgött, mert ugye az embernek így félperceként így kell váltani. Egyedül is akkor így gyártottam a videókat, gyártottam, és akkor csináltam egy sorozatot, aminek nem az volt, hogy kell volna felfedezése, de aztán úgy döntöttem, hogy mégsem. 10.008 része volt, de abból átdolgoztam ezt a parandak köztöt, és ez akkor volt, amikor én ugye külön voltam ugye tőlük, amikor a lényegében az, hogy két évig voltam velük, először is ugye Kelonán, amikor laktak, az Aukenágen, hogy betalálható fönt egy helyen, egy gyönyörű szép házban, amit ugye a regisztrálban be lehet látni. Akkor... igen. Utána ők ugye elköltöztek, én apámékhoz mentem vissza 5 hónapra, mert apám nem akart elmondani, hogy korábban mégis én vagyok a ő drága kicsi fia. De aztán mondtam, hogy... Hát én mikor költözött ki? Mivel akkor kint volt, mikor te kimentél? Jó, már régen. 3-4 éves voltam, amikor lettem itt utoljára. 95-ben. Ja, akkor ment ki? És 13 évig nem láttam őt. Ja, és csak a végig. Édesanyám meghalt, 97 dolgok, a bátyám ráesett a hévre, dédnagyanyám meghalt, nagyapám, dédnagyapám és nagyapám is, úgyhogy csak egy sorozatban jöttek a halál esetben. Úgyhogy csoda, hogy inkább én vagyok én most is. Már úgy, hogy... Tessék. Hát igen, mondjuk azért kemény, hát ott... Dunaharasztin vált az unokabátyám a hívet, 21-58-as. Azt ugye beszélgetett a haverjaival. Aztán ráesett hirtelen a hívbe. El akarta magát lőtni, de ő tudott, hogy 21 évesen.
Úgyhogy azt elég nehezen is adtam, és években elég jól aludtam évekig, aztán rájöttem, hogy nem azok tehetnek róla, hanem ez egy véletlen szörnyűség. 21 évesen azért elveszteni az életet, azért ez szar. Úgyhogy... tehát volt már ilyen tragédia a családban. Azt ugye apámhoz kikerültem 2008-ban, minden oké volt, tehát segített mindenben. Suli is minden téren, amivel csak tudott, segített. Aztán 2012 felé ugye saját lányban akartam, és akkor kezdtem ezeket a mindenféle egyszerű munkákat. Egyszerű lett, hogy milyen jó kemény fizikai, amikor jól kigyógyult lettem. Olyannyira, hogy a 300 kilós tolókocsival ki tudtam húzni a hívit. Ha beszélt. De azért megfájult a hátam egyszer-kétszer a magasságon, mert azért bírtam. Úgyhogy, tehát amikor visszatérve, amikor 5 hónapig apámék nem voltam, az csak egy ilyen átmeneti volt, hogy meggyőzem, hogy már a bujén igenis akarok Vancouverbe menni. Én szeretném folytatni ezt a munkát, legyen szíves fogad, de aztán én csak csak beletörődött, mondta, jól van fiam, akkor mennyi Isten hírével. Aztán utána csak fölvett, levitt Vancouverbe, ott folytattam a munkát, téglacipeléstől kezdve minden, házépítés is jövőre, Billy meghalt. Sajnos, úgyhogy elvesztett a házat, én meg ugye már nekem elég volt ez az egész minden. És ugye én ugye zongorázok is, 7 éves korom óta harmonikáztam, szóval hát, zenei téren akarom megalapozni a jövőmet. Mintán a Billy meghalt 2016-ban, én találkoztam egy másik zongoristában, miközben ott gyakorolgattam, mert megengedték, volt egy gyönyörű zongorája. Ezt egyébként, aki szeretné megnézni, azt megnézheti a Barátok közt. 8000. fordulóján készült videó üzenetében, ugyanis jó magam és Markus Szandőr köszöntöttük a Barátok közt a 8000. részét. Ja, már azért a hanyadik részét a Barátok köznek most a 8990... A csütörtök van? Csütörtök van. 8995-8990. Akkor az jön a 9000-ig meg. És a szerencsével akkor a fókuszba mutatni fogják majd egy részletét. És ráadásul, mi még 98 októberében indult valami volt, hogy ha magasabb, 27 fordulóban is jön. Igen. Emlékszem, mert volt egy YouTube-i a 5000-ig rész, ami 6000-ig rész, azért aztán már fel is van a YouTube-on. Volt valami ilyen. Volt, de az is. A 6000-ig rész. A Barátok közt honlapján az RTL Mostanon most elered 4999-től a 5002, 5007-től a 5046, 5047-től a 5458-dik rész, 5461-től a 8996-dik rész nézhető, a többi valamilyen kodek, vagy valamilyen ok miatt nem bejátszható, úgyhogy az csak a Nadán, tehát ilyen pontokban könyvtárakban lehet elérni. De ott viszont elég sokat. 3213-tól a 3378-81-től a 4134, 4137-től a 4194, 4215-től a 4420. Tényleg már lassan 20 éve megy, hát már azért mennyit összeszedtek meg? Hát sokat. Tehát elég régóta meg, mert... Gondolj bele, hogy... De már lassan nem tudna semmi újat kitalálni, de már mióta ez van, hogy már csak így azért... Húzában már azért már mindent elsőnek 86 az első. Ja, ilyen házrobbanás, akkor... Hát nem, mert most azért megcsalás. Most úgy értem, meg én meghalt valaki a Barátok közben, és még ott kapni összeszelegették, hogy 20 év alatt azért hányan haltak már meg, és hogyan. Először a Zoltán után... Ott úgy kezdődött, hogy... Zoltán után, amikor az a... Most nem a Fényvesi után, vagy nem emlékszem arra... Nem, Fényvesi után ezért, mert az Ákos... Ákos. Ez az Ákos házatején, aztán volt egy zsemét hívtak már. Isten, az érjek, segíts! Igen, az azért nem az a papír dolácsi, de a lehagyna, az leesett a lépcső, az volt a másik. Meg
Meg valaki még szintén. Beszéljünk még fiúk, jó? Nem én vagyok a Berény Attila. Ne az ugyjába. Én csak berúlt a mentet az árba. Fiúk, nem én vagyok, aki keresem. És betoltál, mi? Én nem tudom, hogy mennyit kérek, de én a duplája fizetem. Akkor állások pont otthon ez voltam. Ezt felállások pont otthon voltam. 1322. rész. Igen, pont otthon voltam, és pont akkor volt az, amit mondták, hogy nagyon adtál szerintem, hogy december 22-ig ezt a világ vége, és ennek az a másnak feljött a megadattál. A Bősi Mégi tüntetését azt láttad? Nem, azt nem láttam. Azt mondta, hát, hogy mellett forgatták a 6022. részt. Sorosan? Az azért mondom, hogy ismerős, hogy ott van a látos korlát. Ja.
voltak a környéken, de én ezt sokszor láttam. Ott a persze, hogy arra fele megyünk, aztán ott, igen. Ott egy napos behajzét a lakáson, ahol. Még legalább te tudod használni, majd meg nem látszik a fejek annyira, hogy a messziből. Ha... Na, hogyha belefér a próba, nem tudom. Ebben belefogás, hát ez akármi hosszú lehet az ez az ilyen hosszúakat már úgy sem nézi meg, hát aki eddig megnézte, az már végig fogja nézni. Persze. Már mi 57 perc, mert csak van felvétel, tehát valószínűleg abban a videót is megy egy ja, nekem is van ilyen, sok ilyen videó, amikor így ebédelünk, és akkor így dumálunk, tehát így a hárman együtt, és akkor így megy, hogy áll a kamera. És akkor így ilyen random hangot. Hát a sorozatok ezek ilyenek, ez a, ja. ez a dumálunk és beszélünk és a pályát, ja. Tehát ezt, hogyha valaki ezt végigmérzi. Ezekkel nem nincs vele sem. Majd az ég Wuhan bencének, minek elküldöm, hogy tessék, akkor most már tudsz videóban benne. Viszont ez még mondani, nagyon szívó munkában. Itt összesen mondta már egy live-ban és a videóban alá is leírta, hogy erre szokott aludni. De csináltam még a nagy gulmáról videót, ami több mint egy óra volt, és akkor jöttem, hogy hát nagyon jó, hogy nézem, és elalszom rajta. Akkor azt elküldöm a Bencének is, hogy na, esélyt, akkor most már az lett a legjobb, hát is mondta egyszerűen hosszú sörgorban, hogy igen, az a nagy őzével gondolja, az az a nagy egyetem. Ez azt mondta, hogy a Kári volt egy ilyen blogban, meg nem tudom, még valaki. Miért gondolt? Már csináltam egyszer, hogy a Kuhár Kári az volt egyszer, de... Valami vonaton voltak. Nem olyan régi a felvétel, még a közlekedési videóban láttam. Ja, hát az lehet, mert mi csináltam már videót, mert még volt egyszer, Bence csinált egy ilyen, ezért ilyen csoportot, ami ilyen nézőtalálatot, hogy ott az 52-es videósra megyünk, akkor majd a 20-an eljöttek. Hát, hogy pontosan még a... Nem, és akkor az volt, hogy az 52-es videósra megyünk nézőtalálatot. Ez tavaly volt valamikor novemberben. Októberben. Már itt voltam. Valamikor össze volt. Azt hiszem, hogy Bence kiírta a saját kis Facebook csoportjába, hogy ekkor is ebből szokhatom, aki akar, jöhet. Én minden ilyenről le meg egyszerűen olyan. A trolliról, a ziúról, arról is így annyira szomorú. De például a Lákoszer Mihály évről, amit még idén csináltunk egy videót, úgy négyen, hogy akkor ott volt Nikári, meg én, Tiplaká, meg Zelén Kazoli, és akkor így csináltam négy, és mindenkinek van egy videója róla, mert és akkor van, hogy egymás videózunk, már ugye magyar azért, a kis tartsa gyorsanak a portolgában videózunk egymást, azt már az elkösző videókat, amikor felveszünk, hogy ja. Úgy állunk valahogy, hogy egy fogalokat, és akkor ott vannak mind a hárma, meg így, meg mindannyian a másikat veszünk, így négyen így állunk egymást, azt nem is veszünk egymást. Nagyon jó közeg a közlekedés. Csináltam hasonlót, ami azért a metrós ültetlen, és akkor a fehér úton volt a nyírnak. Ugye szintén azért, hogy egy Kalcsi meg Zoli akkor is ott volt, és akkor szintén így egymást is idehozhatok, ami szólalt meg, hogy ültünk ott vezesen. Azok a metrókat annyira hiányom, olyan nagyon jó volt ezekben a halási golyos metrók, meg az a szalóci pápon tetszett. Jó, az a legyőségnek, mert amikor gyorsul ki az a hang, az pont, hogy most már múlt héten bim, bam, az ajtó, az ajtó. Ja, nem, szívességek jegyezni az ajtón záró. Ezt a szalócinak a hangja. Pont egy hete voltam a alsóban. És ja, ez inkább villamos, bocsánat. És több egy hete voltam a alsóban, és ott még vannak 81-esek. Holnap ki fogom lakni a videót, amit ott csináltam a alsói metróról. 81-esekről, mert csináltam a beltérben és ültérben. Hol van az? Alsó. És voltak, és ugyanaz a plan megfelelte meg, mert ahogy becsapja az ajtót, ahogy kigyorsít, és még a dupla, még a dupla lámpások ráadásul, amik ott vannak. Tehát én egyszer, hogy jött a metró, ez olyan, mint a mi dupla lámpások, akkor összesen kettő volt. Hármas metró, meg ugye a két dupla lámpás. Nem viszik volt, nem a két viszik volt, az a sok lámpás volt, a sosem számos. De volt kettő, aminek egy két lámpa volt azért, de az, hogy az olyan, hogy fent is van neki két lámpája. Nagyon sok ilyen videós van már Facebookon, YouTube-on, aki videókat csinál, Bozdena, Petigár, Marcel, mondtam, többiek. Hát jó, hát persze, és akkor te törjük közlekedésének meg. Mert meg mondom igazából, hogy ők titlakák, vagy esetleg ezért az elég azon, ők a vipazok, akik ugye ezeket a csípteket csinálják a tömegközlekedésre. Pont ezért Galcsi, nekem a titlakát, ugye ő is ilyen végi színvonal, mondtál Galcsi, yeah. Meg Zerint Gozoli, és ők csinálnak ilyen videókat, hogy ez egy beszélgetés szerint, hogy ugye
beltérjük egy motorokat, de hogy nincs benne roma, nincs benne semmi, csak olyan motorokkal, hogy ezért videózik, amit magamkor utazik valami járművel. És meg azért mondjuk, hogy megyen valami ikonusszal, és akkor csak a motorhang, csak az, hogy ugye beállt a kiállt magállóba, és ezeket jó. Én azt tudtam, és esetben nem is forgattam, hogy lehet, hogy még 20 évvel később, meg 10 évvel később, még az okoztam is fogom, amíg még a jelenek, hogy csak ez sokat érte. A testi videó is, és azért jó, mert ugye akkor fel, mert azok meg is védelhetetlenek. Igen. És 5 évvel ezelőtt is van olyan videóval, amit már nem lehetünk ismételni, nem jövünk. Nincs már az a járat, nincs már az a busz. Tehát ezért érdemes minden. Mivel az, hogy én is hasonló képen csinálom, mint ő. Tehát amiket csak tudok, a 936-os... És előbb ezek az M10-esek is már lesznek. Előbb az ezek is történelmetlen lesznek. Igen. Ezek nem sem lesznek ezek ki az M10-esek. Például itt van a Klária a 37-es, ez Csepelen ment múltkor. Nem is tudom, a 39-es. Most ezek hétköznapiak, de igen. Mégis megérjük egy videózni, mert lehet, hogy egyszer történelem lesz. Azt olyan sajnálom, hogy amikor ugye kerültek esetleg. Nagyon sok a szemét már. És akkor tényleg 2019-ben, amikor Pestre felköltöztem, és ugye itt laktam akkor is rákos, mert mindig költöztem, azonban nem költöztem, mert minden sem el. Ja. És akkor ugye ezzel a kapcsolatban megválasztva az a kettes metró volt, de nagyon más nem is ismertem, mert időben telkéve kiismertem a városban, hogy mi mellé meg mi volt, és akkor azért is annyit tudtam, hogy egy felállék a hívvel a boltban. Ja. Tudod, valaki ilyen dolgozni, másik felé meg ott az összesek, és akkor bentem a felszeg, megyek a belvárosba. A legtöbb a belvárosban jó, valaki a boltban, ott a legköszönöm, hogy lejárt, élem, stb. És akkor úgy is lesz a várossal. És akkor még ez egy megszokott dolog volt, mint a Valmi metró, megvetesen alig van kívül meg videó a Valmi-tól, pedig akkor napi szinten utaztam előtt. Vagy még ott járt a két vízigó. Megnéztem őket, hogy minden sok fényszorúja van, mint ilyen de akkor megszokott volna. És többet videóztam volna, akkor most nem volt a gazdagok kérdek. De akkor tudod, hogy hát ezeket még mindenek ne ezeket minden nap itt vannak, már lájjön, még aztán kézben eltűntek, azt is nagyon legyünk képen volt. Csak van, hogy ez minden nap jártam az lyukkal, a 78-as, a 70-esen. Csak van ezeknek ugye egy kis szar része is, ugye is ezekre a személyjóra hivatkozó. Jó, hát azokat jól nem kell velük foglalkozni, mert igazából de... közterületen vagy az utcán lehet videózni. Hát igen, lehet, de például én egyszer párszor szerettem kimenni a híveket videózni, és nem vettem észre, hogy egy 888-as M10-esbe egy faszi ott úgy ül, és így takarja az arcát, mert ugye csak így tartja az ember a készüléket. Hogy takarja? Hát most kit érdekel? Hát, ja, csak olyan nagy szart adott, hogy nekem a vérnyomásom 200 lett az ületétrügyétől. Jó, hát én nekem ezért nem szokott érdekelni. Maxim azért, hogyha a sofőr beszél, nem van valamelyiket ott már is azt mondom, hogy nem szeretnék rajta lenni, van oké, akkor fényképezem, majd akkor Photoshop-val kitakadom az arcát, még kinepiselem a képről, nem lesz meg. Hát most metróda menjen képen van a sírni felületi állam, hogy mindenki önvezető, mert senki nem vezeti a metrókat, mert kinepiselem mindenkit a vezető fülkünk kinepiselem, hogy ezek a metróda autó, mert senki nem vezeti őket. Mert egész délután felosztottam, és csak kikoszkáztam az arcokat, de nehogy én úgyis felismerik, akár becsinálja, akkor mondjuk, oké, legközelebb képviseltem, mindig is Photoshopban, úgyhogy... Direkt nem őt magyaráztam, tehát ugye érkezett a szerelvény. Tehát most egyébként itt van az a nagy Bazi 888-as, tehát így jön vele, így tartom azt a nyomorék készüléket, érkezik a szerelvény, amikor már elhúzott a picsába, akkor tettem csak így föl, hogy így oldalra, amit András is ugye csinál. És akkor így átsétáltam a másik felére, elkezdem a 88-et, hogy kinyitotta az ajtót. Elkezdem egy pici kamerázni, tehát kezdem nézni a felvétel, oda jön a fasz és mondja, jó napot, megmutatnám, hogy mit kamerázik? Szóval szeretem a járműveket, nem örülök. Ja, és persze meg engem kamerázni, amiben jobban nem járulok hozzá személyi, képi, jogi, vagy nem járulok hozzá képi, hangi, jogi, személyi jogra hivatkozva. Hogyha meglátjuk, akkor öröm lesz, megy a feljelentés, hogy öröm lesz nézni. Azok ezzel is tényleg is. Hát az érdemlások az meg, vagy 2000-ben. Nem az ilyenek nem kell felolgozni, nem? Hát, hogy bűnös basszokók. Ha tényleg ért a joghoz, akkor tudok azt mondja, hogy polgári per, nem azt itt fejjel a fejjel, de emiatt nem lehet polgári pert indítva. De az ennél tudni, hogy együtt kell bepenelni. Bár másrészt, hogy kicsit kicsit. Hát most mit a bepenelnek, akkor azt mondom, hogy oké, én töltöttem fel.
Tehát a videó, és bizony sem vagyok, hogy a videót én csinálom. Bár bárki lefűrveszettem, én csak kaptam azt a felvételt, és felhattam, mert engedjem. Tehát imád a közben, amiket én csinálok, az úgy van csinálva, direkt, hogy ezek a faszkók ne vegyék észre magukat, mert bocsánat, hogy így beszélek, de felálló, hogy sokszor, hogy így beszólhatnak. Én kamerázhatsz le, meg ilyenek. Mondom, hogy anyám, te társz, hogy a faszkóval meg ilyenek. Tehát én csak bocsánat kicsit. Van el most, hogy szintén vissza fényképez, előveszem ki szappantartót a zsebéből, és ő is fényképez, de nem majd fényképez, csak nyugodtan. Yeah. Volt, amikor meg is álltál neki, bepózolja kell valami. Volt, amikor azt mondta, pont a 92-esen volt a megköszönnei fotóba pont elő, akkor be első visszépén elmentem valami, és akkor láttam, hogy így jött a két hajtos volt, amikor még újdonság volt, és a főt csináltam a sorozatot, és akkor én láttam, hogy veszem a fényképezőt, meg én veszem a telefonját, és akkor az úr jelent a fényképezőt, meg is állt a biciklire, jó, oké. Megállok akkor azért valami boss esetleg, ezért már másik világban, vagy csak egy e-mail címet, hova küld a képet. Az a baj, hogy így a, tehát minden ilyen másodpercenként át kell néznem, amivel tele van a tököm sokszor. Tehát de voltak ilyen most, de normálisan kap meg, van aki meg ebben ezért mondta, hogy ezért megadta az e-mail címét, hogy meg küldje meg neki a képet. Hát ja, vannak normális. Mozgvezetők is volt olyan, hogy azért kinekült nekem van azt, hogy benne volt egy papír, rajta az e-mail címét, hogy neki ilyen a képet. Úgyhogy amikor tudod ezeket a részeket gyártam, tehát rengeteg időt igénybe vesz, tehát legkövet, amit tudom, csak ilyen természeti. Ha járművet veszel föl, az csak úgy, amikor kurva messziről halad. Tehát nem, tehát évekig is. Például most találtam egy olyan helyet, hogy amikor ott Csepelen, ugye Szent Imréről jön és így kanyarodik, itt van a tehervonat sín, és amikor éppen csinálja azt a kanyart, pont úgy szerencsére nem látszódik senkinek a feje, még ahogy így megközelítettem, még akkor sem, még az a szerencse, és úgy föl tudom tenni a közben ilyen apró jeleketeket, ahogy van. A Beskénél is, hogy emlékszem, volt egy ilyen videó, amikor a 81-es Tonikat videóztam, amikor ott fordult be a Merik utcába, és az egyik sofőr meg így kiabált nekem, hogy van engem éljen, és akkor így kilógott egy félig az Olival, és így, mondom, hogy akkor, hogy akkor sokkal van azok, hogy 20 év után már kívánni, hogy nekünk kivenni észre, hogy is adtam a felvételmékben. Meg egyszer volt, hogy utasztott a kamerázat én valamit a 90-es videóban, és akkor felpatott egy hozzá, és akkor neked le kell válni a személyiségi okok, meg a kurva jelök a kamerázat, és akkor ilyen volt, hogy nyugodtan, hogy ő kusba a senkiért, mert már mondja, senki nem emlegettél, és akkor így meg persze, persze. Egyen részletesen azért nem láttam, mert én De egyszer meg volt. 11-es bontott át az amikor az egyesére most építették az ugró vasútában másodon a stadionba kipakolva, és azt is kérdezte, és akkor a munkások így ezért kérdezte nekünk neki, hogy menjél föl minket is, valami ilyesmi volt, 93-ban még újdonság volt az ilyen kamerával mászkál, és akkor jobban fel a kamerával, és mondjuk, hogy menjél föl minket is. Nekem az tetszett, amikor így volt az a két csöves faszi, ott a 1447-es pályaszámú villamos, és akkor így mondta, hogy álljon ki a képből egy kurva gyorsan? Miért? De nem magát filmezem. Egyik faszi berúgta a villamoson. Aztán így a szegény Andrásnak a videójában így megy végig. Bocsolj, Bégár végeci! Azt nagyon kellett volna rúgni azt a faszit. Hát van, aki gondoskodik valami a képben legyen. De az egyszerként szállod. Az a másik izén a lézén címbodag, látani, aki nosztagja volt a minden, és akkor őt, hogy hangosan jött, hogy képű, ki? Jó, meg. Hát ja. Szóval, én olyat is csináltam. Fontos lehet, hogy az rendszeres kiabálás, álljál már ki a képből, hogy ez egy képű, ki? Menj a lép, ne legyen le. Úgyhogy én kitaláltam egy olyan ötletet, hogy a híveket, hogy hogy tudom csinálni. Egy fotót csináltam, ahogy ugye házunk előtt, vagy akár hogy itt sín van, meg ugye látod az tehát a áramvezetéket, meg minden, amikor nem jön bele ember. Na már most abban a fotóban, hát egy-két napban telt, amíg így kiretusáltam, ugye besötétítettem az ablakokat, tehát hogy nem lehetett belátni a hétbe, csak ugye a külsejét szépen, és akkor így be lehet számolni, hogy 8-7-6-6-8-7-5, és én a mindegyik szerelmét megcsinálom. És az úgy tud menni oda-vissza, hangot alá teszem, és olyan, mintha rendesen a hívnám. Csak vigyázni kell, nem, hogy olyan szerepét tegyek be, ami nem úgy néz ki. Tehát például, hogyha emlőt beteszem, hogy 875 véglámpással, az már van maga. Sok ilyen hátránya van. Tehát vagy a 874, vagy a másik, úgyhogy ha majd egy ilyeneket akarok csinálni, akkor oda
előveszem azt a kinti lábát, tudod, hogy fölszállsz előtt van egy ilyen sárga hát nem, az újabb kampányra, hogy felhasználják az a... Az a négy lámpás. Igen, az ajtózárlás, meg a többeneket is. Igen, igen, az A, B, meg nem tudom, ami 1-2, meg a franc. Hát elég sokan szerelvényen láttam, most is, amikor ugye jöttünk a 901-esre. Kezdték el cipőben szerelmet le ezeket a... Aztán a rászkövejével is kapott kettőt, egy 870-es. Ez szerint a járművezetőknek idén, hogy az ajtózárlás megtörtént, meg elkezdve vissza. Ezt miért nem előbb csinálták ezt a műtőt? Hát innen még a rájönnek egy lapúfejlesztéseket. És az a fura, hogy a M9-eseket nem látni el szinte. Hát azok már nem számolnak ott hosszabb távon, azok már ott vannak az 50-en. Most már azok nem sokáig húzzák már, csak hát igen, most azért látják őket 10-ben, mert muszáj, mert nincs más helyet. Csak hát ezt nem lehet hosszabb távon, azt se találta, hogy előbb-utóbb, hogy elkönnek az elvények. Én halkan megegyezni, hogyha ezek a szerelvények, most vannak. Ha ezek túléltek 50 évet, akkor azok is túléltek volna, tehát kassi nagy szívet. 803-as, 5-ös. Hát azért nem biztos, mert ezek már akkor is, akkor is már a bőlemek szolgálták az ügyeinket, mert túl voltak. Szóval csak hát, hogyha olyan dolgok mondva, hogy már nem tudok semmit sem említeni, mert szép tartották őket egyesen. Hát igen. Hát most van egy tanulós értünk a Szentendrein, amit ugye optikai, hogy még a belső terét ezt megcsinálták, és akkor is egy van. 11-31-7-60. Hát az igen, amikor ugye teljes belső tér megújult, ugye még raktak rá konnektort, meg légkondit, meg minden, igen, még mindig légkondi, minden van rajta. Kérdéses, hogy minden. De a gépészeti megrendelésen, és semmit, utas nélkül megkapott utóbbi tanítót, de ugye az a fordulva, ugyanúgy katonak a belénk vagy Yoshi. Hát jó. Hogy a motorosik van. Őszakban azért a szaszidé halancik, hogy ugyanúgy katonak a belénk mindenféle. Jó. Tehát ilyen szempontból semmi nem változott. Hát, szinte. De én azt sajnálom, hogy amikor hazajöttem, én most 9 év után, hogy alig maradt ipari csuklós, szerintem 30 darab vagy 38. Hát igen, csak hát ugye a többség az már kárcsolgé. 14-57-es, amit ugye lehetett látni, hogy össze van graffitizva ott a fefénél. Hát de az mióta a fefén van? Ezt nem tudom, rendben. Hát az már tavaly is ott volt. És nem mondják szét? Hát ezek szerint még nem, de volt olyan nincs, amit fontot kaptak szét. 14-56-os, 53. Meg egy-két igazoszták, és az volt az utolsó állomáson. Melyiknek? Hát egy-két igazoszták, még egy-két-kettő igazoszták, és először. Kedvencemet szétbontották, 17-42-es. Az úgy szerettem menni, nem tudom miért, 23-as vonalán. Hát most erre holnap beszél utolsó munkanapján kint a Jackba is. Na, az a másik, hogy azt tegnap sikerült elcsíplem. Na, én meg holnap fogom elcsípni, remélhetőleg, hogy amíg itt lesz valahol. Csinálhatnánk arról esetleg majd egy ilyen vlogot? Holnap esetleg? Ha ugye rájössz. Hát én biztos ki milyen Jackból láthatom, mert megveszem szerint, de még legalább 800-an ki foglak lenni rá. A bármi is lesz kint, tehát akkor futállal meg lehetne, hogy nézzél, melyik járaton van. Remélem délután még van, hogy ezt a megóval kint. Lesz ugye a 166-os? Általában 166-266-os járja. Hol is van már, mert nem töröltem még szerencsére. Hát a határon már el lehet kapni, vagy a 266-os az egyik végállomás az egy ilyen. Pár ilyen merész híves videóm is van például, tudunk a sík közé, és akkor így fölvenünk. És közvetlen, tudod, ott van az oszlop. Hát elég át, messze van. Még amikor tudok ki a telefon, a videóhoz, hogy megcsináltam azt, hogy amikor beraktam a két sík szár közé, és akkor alul jól feltettem a hívet. Meg sokszor mondatokat is. A Rászkevény vonalára igen, rengeteg ilyen kocsony témát látni, de rengeteg ilyen M9A7 volt. Is, ugye meg M10A7. Ugye rengeteget színpontottak. Nem lesz, aztán még egy Csepelin még megmutat, talán még ma is van egy pár. Ja, 840, hát csak 50, 53, 26, 30. Hát most már csak ott van. Sajnos. De igen, a leghosszabb hívvonalon mentek, hogy 40 km-esen Rászkevelyen. Becsének ugye rengeteg videója van, ugye a 805-ös, hogy futott a 807? Igen, az is mutatott, hogy van a videóján láttam volna.
aztán a 8-38 futott, 41-39, 81, 51, 41, 42, 43. De pont van, ma majd termadatta fel a közlekedésében, amikor még sebesen adott ismeretek a lánc kerején, ami nem állt meg mindenhol, és akkor egy 20 percen hamarabb a lánc kerején. Meg azt vettem észre. Mert átadott a csomó ilyen tanyasi megálló, vagy egy kisebb forgalomban. Meg gyorsabbak voltak régen a hírek, csak most nem tudom, így így változtattál. Hát nem voltam a 70-nel izért összeszárgódott, meg ugye akkor még a Lászkerékesben az egymágyar szakaszon is több közét állomáson lehetett keresztezni neki, kivérni, csak azóta elmondották a vizsgát, hogy minden, az a szakítás elmondták, és most már nem lehet ilyen zseres adat megcsinálni, mert egy igény az nem áll, hogy gyorsabban, hogy ne álljon meg mindenhol, mert vannak ezek a nagyon fölösleges megállók, amiket ki lehetne, hogy ne egy zseres adat. Hát például, amikor én keresztanyámmal, nem tudom, egyszer mentünk a 834-617-833-assal, az úgy szágult a találmányosi hídig, hogy nézd, ami Jézusom. Igen. Azt, amit abban láttad, de Pestitől, mikor beállt a hokon hozni a hímozatil a késést, hogy 95-es ide volt, így ködődődődő, így jött vissza, és írta, hogy a magyar ajtói jövő, mi a 10 percésen volt csak elindul, és akkor így mondjuk adután lehet, hogy egy kiló 30-al tolta neki, azt mondta, hogy a legalább kiló 30-al megyek, de bár ugye a hímnek az óra is, csak szállítanak érni, és már ő meg kiakadt, látták, hogy bár 14-ben felette van, és egy hungatani meg megállom, meg látták, hogy most több a kiló 30-al, mondjuk így látszott össze-vissza a hív, és de ott egy kérdőt mondani, és csak egy ott a szilas csiketi megállót már fékezni kellett. Ja. De egy ilyen egész ér, és a 60-ban mehetett volna kiló 30, hogy azt mondta, hogy elérte rajta lehetett volna, hogy kiló 30-al szárul. Hát nekem az volt egyik kedvencem, amikor... Kérdeztetek valamit? Én is megörökítettem egy kicsit a vonatok közben, azért az enyém már? Ja, persze, eljöttem. Ja. Azért én megnézem, hogy megyem, hogy lemedült a válasz aksia. Na jó, nem, jó veszi még, oké. Okay. Csak közben elkezdett sötétedni, úgyhogy nem tudom, mi fogod vele látszani. Ó, hát ez... Kicsit így ide teszem. Csak hogy... Tökéletes. Nem sokat csak ide keresem. Majd ezt valami is hiszem, hogy gondolja, hogy nagy tudok kéne kapcsolni, mert így talán látszik is valami. De mindegy, úgysem a kép a lényeg, hanem azt mondom, hogy nem hallom, hogy akkor fáztad össze. Szóval nekem Becskinek a videói közül azt tetszett, amikor a 982-691-981-es M10-es a 1116-758-1015-ös a két szerelmény versenyzett egymással. Az, ahogy azt megörökített, az... Az nem az, amit amikor az Budán megköltette, mert az én emléke, hogy elmészettem, hogy jól ismerjük a forgalmista, és akkor mindent lehet. Ja. Meg most volt egy olyan videóban, hogy keretesen azért Itália volt a forgalmista, és akkor is így azért, hogy még azért behoztak itt érvényben a hímet, meg azt, hogy bejátszott a vizét, ami ja. Betesztésképpen közben nem nyíltően bejátszott a valam, mert a hangos behondóban. Hát igen. Meg egyszer volt, hogy jött el ez a Matyi végi állomáson, egy ilyen éjszaka, amikor ismerős volt ott az ügyet, és akkor szóltam azt, hogy kiírogattak ilyeneket a vizét, hogy látsz, kevet, action, műkor, ott a legyeket, az eredmény jelzőre, hogy hova megy a hív. Ja. Mert Becsik is aztán úgy tanít volt akkor, és akkor kiadta, hogy fogja is el, hogy mi volt az a verset, meg azt a tagsonja, ahol a korsanát még pár tudom szélve. Van egy elég sok ilyen jó jelenet, amit nagyon szeretek az ő videóiból. Hát több, azt hiszem 500 részes sorozata eddig nagyon lement neki, vagy 500, egy 502 valahogy így, amit a napokban szerintem gyártatott. Hát akkor visszanéztem ugye a listán, tehát ugye 500 videó, az egy 500 részes. Jó, hát elég sokan vesnék is, és akkor sokan fogadja fel, és én mai napig videóznék, és akkor most már 900 sokat rakja fel, tehát ilyen 20 évre van adásba, hogy ide belül, de mai napig gyártja videókat, tehát rakja fel, folyamatosan. És ebben olyan videó, hogy vannak, amik már meg is lényeg. Hát, ja. De, akkor hát ami a Ráckevein futott, a 83-46-42 azokról is. Hát még a régi rágyakocsak, mert még a könyves kármányokat kerülünk, hogy csak fél videót készen, meg az egy olyan, hogy ami megint volt az egyes videós előszörös nézést, ami pedig aztán meg a sarokat, hogy ott volt a vége, és ott rágyakocsak, hogy a lányosítő láthatás előtt, és ahogy csinált videót. Te azt tudtad, hogy én tudom a hangjegyeket utánozni, mert a hangját, ahogy így indul meg? Hát az előbb mutatta.
mondtam, de most mondtam. Igen. Szóval egy kicsit. Persze, nyugodtan. Vlogban mindent lehet. Nyomta neki a vezére, hogy legyen időnk a forgalmi előtt, mert
Rákérdezem, amikor hármasban a lára, de akkor majd a füvesített pályán akkor akkor mindenság volt, ott egy fotónagállás, tehát és akkor csak volt kép minden, de hát sietni kellett, hogy a forgalmi előre tudjuk csinálni. Úgyhogy akkor én nem emelette neki az UV-nek. Meg az ilyen rászódások is például, amikor ugye így rászódnak a buszok. Hát az is elég ilyen félelmetes, hogy így most szétesik szerencsétlen autóbusz. Például amikor így elindul, például most tegyük föl a régi Icarus 280-as. Ugye lecsuk, és akkor így... Majd szétesik szerencsétlen jártam. Hát, de az lehet, amikor azért felegedik az autóbuszokat, amikor majd nem hallja. Igen, ez 4.35-ös, már másokban hangja egy kicsit. Csak általában kell hozzá egy ilyen régi kilagoda stílus sofőr, amíg aki nagyon meghajtja. Hát, borgászere, csak Mercedes úgy meghajtott, hogy majdnem belrepültem az elején. Meg tényleg, hogy átlagos a gáz a rendesen. Hát nekem egyszer-kétszer, amikor még hajnalban tenni kellettől, de csak a 95-es éjszakai volt, amikor érzed, legalább 80-ban a látkószín végig, meg a pöskerítően, ha mit jövőd, van egy jó pár sofőr, aki leszalják, ugye, hogy ugye száll le, de például most csak tegyük fel, volt egy olyan eset, hogy leszállok a... Tehát ugye mentem a 66-os autóbusszal, és hát a Pestőrület városközpontnál leszáll egy házas, egy fiatal házas pár, és kom a kocsiját, így egy olyan a faszi meni, és majdnem rácsukja a gyerekre. Csak hogy a az abba meg, hogy rágódni már, kurva anyját, te faszokó köcsön! A sofőr kész volt. Én meg egyszer, nem is tudom, egy pár hettel elutaztam a NCA413-asról, Mercedes-szel, a 16. Mercedes Connected G-vel. Áll be a faszi, ott Pesten lévett Málvállomásnál, nem a megállóba még, hanem a piros lámpánál, de négy ajtót kinyitja, én majdnem kirepülök. Gondoltam magamban, te idióta. Mi van, hogyha... Nagyon pipa lettem akkor a sofőre. Van egy kérdőtnek a sofőr, de... Hát van. Hát egy sofőr. De van, hogy az ilyen egyszer... Amikor mínusz 80 meg mennyivel lehet, de nem is mínusz 80, de mínusz 5-6-tal megérkezünk úgy a futás szerint kell, ez az asztóriában beváltozik futási időt, vagy elezi az eszre játszálás. Ja. De igen, az asztóriában is bőven mínusz 5-szer érkezett, mert a tökörében találkozunk, ugye a hajnalban kellene fölte, nem csak felszállom, de sokkal el lehet úgy járni 80-nal, hogy én is elhúzsak a környéken, és de olyan sérülék volt, az asztórián megváltozik futási időt. Kajik aztán de kereföldésén így húszakán, a köskei utáni hajtibajon és patókászal megy, tehát itt két kéznek azt mondja, hogy jó, most yeah. Mondtam, hogy na most haladunk, most lehet esetleg, hát jó. Ja. Ez mert nem mindenki dolni. Hát jó. Ja. Hát vannak ilyen figyelmezetek, meg is bassza őket érte a BKB, úgyhogy az jó. Úgyhogy vagy kirúgják, vagy... Hát elég jó tudom, hogy ezt az ott a BKB-nál. Azért, akik ilyeneket elkövetnek például, hogy így gyerekre rácsúgják az olyat, hogy maga kocsiból. Hát de most már az újabb összetben nem vannak kamerázók, így ott azért már vissza lehet mindenki. Persze, az jó is. És az a jó, legalább nem rongálják annyira a járműveket. Például az NCA centrálőkat, a Connect G autóbuszok, azok ugye szintén meg vannak kamerázva, tehát azoknak is van majd van belül. De azoknak a buszoknak, hát... Azokon van egy jó pár kamera, és szerencsére azokat nem rongálják, de amikkel ezek évekkel művelnek, meg villamosokkal, mivel nincs kamera, hát az... Egy karc, két karc, firka itt, firka ott. Mondom magamban tiszta New York. Hát már lassan tényleg az, hogy egy-két ilyen használ, hogy ide szállni Budapestre, akkor majd a gázot el lehet nézni, akkor galcolni közlővel, vagy fűsztollal már ilyen közérdekű közlevégét, hogy moskos kormány, ha hajnálfal viszeletnek, sacinak a sorokat, mert akkor a gyárban bele lehet. Hát sok ilyen érdekes figura, szerelmesek,
így üzennek, hogy belekarcolják a hívbe. Szeretlek sasszínűre. Pontosan. Édes macikám, édes ancikám. Abszolút közérnek a közlemények. Édes macikám, szeretlek sasszínűre, hajlár, Fadi, Moskos, Fidesz, stb. Amiket így... Közérnek a közlemények. Furcsa. Ezúttal más is megtehetné, de miért basszom ki a kormányra? Mert ez az, aki rongálja ezeket a szerelményeket. Ezeket tipikus emberek, ezeket valahol nem muszáj kijönni. Nem tudom, láttam egy videót, amikor így, nem tudom, egy hídon egy banda így fogta a özönléssel. Nem tudom, 5-en vagy 10-en voltak, és így csak öntötték rá a szerelményekre a festéket. Vagy így haladt el a vasúti szerelvény, mondom azokat, amik körözik. Hát még erről nem hallottam, de... És tudom, pár éve már, mint már nem tudom, hogy erre hallottam, de az nem volt ez kellemes látvány. Gondolj, bele tudva vannak az ablakok, utasok mennek, és akkor így vannak egy ideg szólt, egy nagy festék. Ezért így Kérem, hogy valami ezért diszperzik festéket, vagy meg van valami felültöltek. Szia, bős. Nem gondolom, fölhívították vízzel, mert azért jó sokat rászortak szerencsére szerelvényre. Ha nem tudom, meg keresem azt a videót, de valamilyen bűnügyi videó portálon, vagy nem tudom, hogy a Youtube-on megosztam. De az sem volt semmi az a 30 tanú manda, amit a 352, 3085, 3087, nem tudom mi a három a másik kocsi, de azt hiszem a 330-es volt az utolsóban, amit ugye összefigyelkelt az a 30 tanúban. Ezt láttad a Pöttyös utcán? Jó, azt láttam, de ott az utolsó metró volt, ami ebből ment. Micsoda szép látvány. De azok közül egy vállat elkaptak. Tudom, mert volt ismerős, aki ott volt. Sok idióta megakart örökíteni szürkén a szerelményt. Hát majd a börtönnek a rácsait örökítenek. Hát körében, azok elég rendesen lábaztak, mert állásokban egy metrózók, majd neki számít, úgyhogy olyan sok minden lábúzhattak, hogy elmocsanak végzős. Remélem, várjuk és húzzák meg ilyen emelvény. De ilyen művelni és poté tartalék szerelvényen az őrölt. Ráférgelni a 18-as karikát. Úgyhogy egyik ilyen Kanada köztös videómban így említettem is a Mártinak, hogy barátnőmnek, hogy mondtam, hogy drágám, nagyon szerettelek volna elvinni egy ilyen metróba, de hálannak a faszobó 30 tagú bandának nem lehet, hogy összeférgálták. Na azt is, hogy megjavítják Oroszországban, lesz egy idő leszedni a festéket, korszerűsíteni, kijavítani mindent. Nem tudom, valaki híven azt mondta, hogy ő szerintük ezeket a szerelvényeket szétbontják teljesen. Ezeket szétbontják, hát amiket tőlünk kivittek, azokat szétbontják. Aztán helyettük, nem tudom, hoznak újakat, vagy hogy legyártanak újakat. Azok már itt is vannak, hát a bandák azok már járnak az utolsó bandára is itt van. Már azok jártak a hármason. Itt van, hát már szerintem az összes panda itt van. És mint forgalomban is van. Azt nem tudtam. Hát a hármas mögött van, mert nagyon régóta csak a pandák járnak. Azt tudom, mert amikor még jóval mentek a képek, azokat örök, hogy megrövítettem, akkor... Hát az utolsó 81-es búcsúztatásán az, amit jelenti ott volt. Az melyik volt? Melyik volt az az utolsó? Most én meg nem voltam. Hogy az melyik volt, de... Várjunk csak, az utolsó. 347-es volt az egyik. Hát azt most egy fejben nem tudom, én is egyébként. 347-49-es akkor az, ami 3100-es. Nem, az utolsó elmi meg rengeteg járműnek az étet kiszállításánál, hogy a gyerekek ökénkkel hoztanak, akkor a vízi bombot kivitték, amikor az egyik túlállatást kivitték. Az ilyenekről én nem maradtam. Azt megveszem tőled a videókat, azt tudom csinálni. Az egyik tudomápás miatt azért van a túl, mert hatalmas késéssel vitték ki. Nekem az utolsó 8-5-esnél vissza kellett megmenjek, hogy már másnap dolgozik el védjék az évek, és akkor hagyni háromkor vagy mikor jött ért a... Ja, meg azért... A mozdulat, hogy elvigyen, és akkor ilyen hajnali 4-től indult el az a mozdulat, és megmondtam, hogy ilyen este 10-11
el fog menni. Ja. Ez képest van, hogy végig volna. Volt egy ilyen videó a YouTube-on, azért a tech terrorellenállítási központ is így 181-es, vagy melyiket 188-ast felhasznál, vagy nem tudom, így láttam annak a szállítását, egy ilyen rendőri szállítása, vagy mivel volt. Mondom, azt ilyen segélyeszközként használják, hogy nem tudom, valami olyasmit olvastam volna róla. Arról én most nem tudok. Mindegy, a 188-as volt, tehát az nekik meg van, teknek, gondolom, egy ilyen telepen, meg örökítve, amivel tesztelik, ugye. Hát az biztos, hogy amikor nyíltak volt a kőbányai torigadásban, akkor ott messzik távolban, nem a torigadás idején, hanem egy elején, ott volt egy ilyen járvas. Ott van egy metró kocsi. De nagyon jó, az hogy került oda és mit keresett, azt nem tudom, de ott van. Aztán elé János volt, de most... Én egy várat megörökítettem, nem tudom. Csináltam nézőm, mi videót ott hogy van, és nyitottam, és abban is látottam. Ez benne hagytam ezt a felvételt, hogy ott a 10-et időnak, mi az ott a tátérve, és meg kamerában 90-es újjával néztem, hogy ez most micsoda. Helyileg hol van ez a Kőbánya Kispesten? Nem Kőbánya Kispesten, hanem a Kőbányai torigadásban, az Ás utcában. Oda van, 30-es villa most megy. Valafele. És meg lehet nézni ezt a szerelmét, hogy kint van, vagy zárt területen? Hát zárt területen van, de be lehet zúgolni. Előzúgban be lehet nézni szerintem. Csak ne legyen. Hát igazából a tolligadás nem területén, de látom, hogy mit akarom, hogy nyilván nem az a tolligadás, mert ha is jöttem, akkor nem tudna menni. Ja. Volt egy másik ilyen videoblogger, aminek a csatornáját követtem még Kanadában, Ikarus 28000-es. Megkérdeztem tőle, hogy pár ilyen hangeffektet azért használhatok a tessék igazni az ajtózárodnak ilyen jelenetekből. És mondta, hogy persze, nyugodtan hangot le. És akkor így csináltam egy videót, hogy így alátettem a Vancouveri metrók alá. Szállnak fel az emberek, és így... Még van, tessék igazni. De ez mi az ajtózárodnak? Ja, úgyhogy volt. Régen, de még lehet azzal szoktak, hogy az önösen is, mikor még a régi metrók voltak, hogy amikor bent állt a szerelmény, mindig a két oldalt, így oda egy okon, menj a hátadás, telefonon lejátszottam ezt a bimba, és akkor mindenki ugrált fel a felányát, mondom. Akkor mindenki nyugisan sétált a metró mellett, telefonon egy bimba, és mindenki így azonnal ugrít fel. Ja, úgyhogy nem tudom, ebben a közlekedési csoportban volt egy tag, nem tudom, így nevére most így hirtelen nem emlékszem, de neki nagyon tetszett, azt mondta, hogy az volt benne a poén, mármint amikor tudod ezeket a videókat csináltam, hogy tessék vigyázni az ajtózárónak, hogy pont ez benne a poén, hogy magyar hangokat tettem alá a Vancouverébe. Az vagy, hogy a kanadai szerelvényekben nem tesznek ilyenbe, hogy Mr. Clear of the Closing Doors, vagy ilyenek, hogy kérem vigyázzanak az ajtózárónak. És akkor nekem lett ez az ötlet, hogy így belerakom. Ez még a lassú életvonulás nincsen, mert ott is, csak ugye lejátszák a színnált, azt a, és azon már csapódik be az ajtól. De jó Isten, ez még az enyém még mindig megy. Hát ez már meg is halt. Ennyi? Ennyi, megint az enyémet is beszélt, de ez is már lassan megadjuk. Nem tudom, már mióta itt vagyunk, aztán... Lehet, hogy csak hoztázunk is. Ja, 10 perc múlva mindjárt. Nem, venni, mert ez csak 10 perc múlva lemerül az aksia, de mindegy, hát addig úgy is befejezzük most már. Ja. Hogyha akkor lassan el is köszönhetünk, mert meg is mindjárt megfog az aksi. Ja. Meg szerintem már mindent megbeszélünk. Már egy fél órát pofáztunk, atya. Igen. Hát szeretem pofázni, de azért... De már neki fogja ezt végignézni. Már másfél órát nem keresztül sem. Aki szereti, az ez az. Ki fogja ezt megérni? Na, akkor most mondom, hogy ezért, aki idáig megnézte, az kommentelje bennem, és azért... Kicsit már meg vagyunk csicsentve is. Hát Én már... Vagy így felálltam, úgy éreztem, hogy mindjárt. Mi az nekem két sörlé, de hát még megint még hármat, még akkor sem. Na meg nem ittunk már sok sörötet, most elkezdtem a pálinkázni ebben a dögmelegbe, akkor már elfésítettem. Magyar tudod, hogy pálinka, Három pálinkát lehúztam Kanadában. Egyszer
magyar klubban, mert ugye volt egy ilyen magyar közösség vezetőben, olyan töményen csinálják, hogy három után ugye mi még zongoráztam, még minden, de aztán a bőjbe ültetett a kocsiba, azt mentünk haza, azt én hazaérjük. De én durmoltam, mint ha két kívültek. Ilyen tömbölek, mi sem látom azoknál. Mindom egyébként, ilyen tömbölek a fejbe basztal, rendesen. Hát jó. Úgyhogy ezért ilyen főleg két után. Na egyszer, nem tudom, hogy barátnáig így hát nem, sem is ettem, most hogy így gyomolva nekem annyi lenne. Egy barátnál ki voltam készülve valakinél, és akkor heted egyszer. De ki is pakoltam utána rendesen előről. Vagy akkor most vegyük fel az elköszönő részlet, levegül az aksi, még mi van például 10 percünk, úgyhogy nagyjából itt a vlogot azt lehet szállni. Sziasztok! Csőváz! Úgyhogy itt ezért kanadákat és azért, hogy mindent megbeszéltük, jó, hogy összehoztuk ezt a sörödvogot. De így már másfél okonán keresztül átbeszéltünk, ez szinte már minden. Hát szerintem, hogyha ezt az egész sorozatot átbeszélnék, úgyhogy úgy elejéről, hát szerintem 50 nap se lenne elég, maradjunk a kívül. Rengeteg sörlók kéne hozzá, de mindegy, ha valaki még szeretne velem sörlókozni, akkor bátran lehet jelentkezni. Kohárral meg vele. Eddig is volt a harmadik, aki bejelent, illetve nem, de Janikán is bejelentkezett, illetve tehát akkor úgy a harmadik volt, aki bejelentkezett a sörlókozni, és eddig senki értem, hogy nem lehet eddig 100%-os az arány, úgyhogy nyugodtan bárki jelentkezhet. Úgyhogy a pofázó sörökkukot az bármikor elmondjuk. Kicsit ellazulunk, dumálunk, kicsit szal. Úgyhogy akkor ez most egyén lett volna, akkor itt most szerintem akkor el is köszönhetünk. Na köszi Európázi, sziasztok! Aki eddig megnézte, akkor sziasztok! Ja, Bencének a közelem, akkor most már ugye... Most már mi vezetünk a leghosszabb videókkal. Nem, most már lassan felé vezetett, mert valószínűleg a felénél már lelult, mert nyilván erre haszik el. Én ezt tudom, de most már felé vezetett. Való, na jó, szerintem most hagyjuk abban még mielőtt. Teljesen elbújulunk a helyzettel, úgyhogy most már ki is kapcsolom a kamerát, úgyhogy csüss, csuma, sziasztok! Ez jó lesz,